Simoncsik Rita vagyok, a Kupakos Angol Bulldog Kennelnek a tulajdonosa. 2004 óta foglalkozom a fajtával, komolyabban igazából olyan 2005 óta, akkor kezdtem el a kiállításokat. 2004-ben vásároltam az első bulldogomat, abban az időben egy neves tenyésztőhöz jutottam el, ahonnan jött a Dereje nevű kutyám, aki hát nem volt a legszebb, de legalább megismerhettem a fajtának úgy a csinyet, binyet, előnyeit, hátrányait, és nem sokra rá egy év után meg is vettem a másodikat ugyanettől a tenyésztőtől. A bulldognak a története az 1600-as évekre vezethető vissza, amikor is egy sokkal magasabb felépítésű, hosszabb orrú, könnyedebb kutyafajta létezett, és utána az állatvédelmi törvények miatt betiltották ezt a sportot Angliában. Ekkor ugye a bulldog maga a fajta eléggé hanyatlásnak indult, már úgy, hogy akkor így eltűnt a szem elől, és abban az időben, 1800-as években kezdtek újra foglalkozni vele, akkor már egy teljesen más formára próbáltak fókuszálni, egy inkább egy szerethetőbbre, és elkezdték keresztezni a régi típusú bulldogokat mopszal, és ebből lett egy sokkal zömökebb, rövidebb orrú, alacsonyabb felépítésű, tömörebb testű kutya, amik már inkább a kiállításokra, meg a népszerűségre voltak kitenyésztve. És ekkor volt, hogy 1875-ben alakult, az már a harmadik bulldogklub volt, de az mai napig egy létező bulldogklub, a Bulldog Club Incorporated Angliában, ami a legősibb, legrégibb klub, és mai napig ők gondozzák a bulldogot, azon kívül még rengeteg bulldogklub alakult azóta. Ami a bulldogból megmaradt, így a régebbiekben, lehet, hogy a külleme az nagyon nagy részben megváltozott, viszont amilyen ő maga, a karaktere, az lényegében megmaradt. Egy hihetetlenül kitartó kutya, szóval, hogy aminek ő neki megy, az biztos, hogy nem fogja abba hagyni. Nagyon-nagyon makacs, és ebből adódóan gondolom azt, hogy mindenféleképpen, hogyha valaki ebbe a fajtába gondolkodik, akkor ezt nagyon szem előtt kell tartani. Én nem szoktam kezdő kutyásoknak javasolni a bulldogot, pont azért, mert rettenetesen nagy következetesség kell a neveléséhez és a tanításához. Tényleg majdhogy nem úgy, mint egy gyereket. Ha az ember gyerekkorában elrontja, ott onnantól kezdve visszafordíthatatlan dolgokat csinál vele, és a későbbiekben ez agresszióvá is át tud fordulni a fajtában. Én ezt saját bőrömön tapasztaltam, én az első kutyámat olyan szinten elkényeztettem, hogy a végén utcán embereknek a bokájára támadott, hozzánk nem lehetett bejönni, és akkor tudtam, hogy itt vagy a baj. Ebből rengeteget tanultam nyilván, de hát azért a kutyám élt egy 10 évet, és ezzel 10 évig szembesülni kellett, hogyha valaki jött hozzánk, akkor viszont el kellett zárni, mert ott volt, hogy vér is folyt. Mindenképpen, hogyha az ember következetesen tudja nevelni, akkor amúgy egy nagyon kezelhető kutya. Olyan embereknek nem ajánlom, aki most kutyaiskolába szeretne vele indulni, el lehet vele menni, de csak azokat a feladatokat fogja végrehajtani, amihez neki kedve van. Én is nagyon lelkesen elindultam az első kutyámmal, behívás, mondtam, Dereje hozzám. Dereje nem mozdult. Az oktató hátulról Derejét meglökte, Dereje elindult, de nem felém, hanem az árnyékba vetette a hitét. Mondták, hogy fussak, majd látja, hogy megy a gazdi, jön utánam. Jó, elkezdtem futni, jó, Dereje látta, gazdi elmegy, jön utánam. Meg odajött, konstatálta, hogy jó, ez itt van, ez a hülye. Utána visszafordult az árnyékba, és lement, lefeküdt. Úgyhogy meg lehet vele próbálkozni, amihez kedve tartja, biztos, hogy meg fogja csinálni, de nem az alázatos fajta, aki virslér, kolbászért a lelkét eladná, vagy bármilyen játékért, bár talán még játékkal jobban motiválhatóak. Nagyon-nagyon ajánlom olyan embereknek, akiknek kisgyerekük van, a legideálisabb társ kisgyerek mellé, főleg, hogyha tényleg így együtt tudnak így felnőni,
nagyon nagy türelmük van, fotelként használhatóak, kapaszkodó eszköznek, úgyhogy bármire, kis testvérnek nagyon nagy türelmük van a gyerekekhez, eszeágában nem lenne odakapni, őrzi őket, összetakarít az etetőszék alatt, úgyhogy nagyon sok hasznos funkciót be tudnak tölteni. Amire nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy az elejétől kezdve, ha azt mondjuk, hogy Bulldogot szeretnénk, ő nem egy ember gyerek. Szóval, hogy ott tudni kell, hogy itt egy kutyáról van szó. Muszáj az elejétől kezdve. Ha megengedjük, hogy fölmenjen a garnitúrára, ő föl fog menni az ülőgarnitúra, de az életben nem fogjuk többet leszedni. Szóval egyszer valamit megengedünk neki, akkor azt ő egy életre azt fogja csinálni. Nagyon jól kijönnek másik kutyával, én azt szoktam javasolni, hogyha valakinek kan kutyája van, akkor inkább Szukát vigyen mellé. A két kan nagyon jó temperamentuma kell, hogy legyen, hogy kijöjjön egymással, de és a két Szukának is nagyon. Szóval az azonos neműek, hogyha a több kutya vásárlásában gondolkodunk, akkor ott azért szoktak problémák lenni, és mivel Bulldog, ők szóval tényleg vérre mennek. Ha ott verekedés van, akkor az ott valakinek meg kell halnia. Ez most tényleg halál, komolyan mondom. Nagyon résen kell lenni az embernek, hogyha ott valami konfliktus alakul ki közöttük, és edesú egyszer összevesznek, utána már többet soha nem lehet őket együtt tartani. Olyan embereknek javasolnám a Bulldogot, akik határozottak, következetesek, türelmesek, és nem túl finnyásak, azért azt tudni kell róla, hogy a Bulldog, főleg azért, mert egy mops is benne van, ráadásul egy rövidóorú brahicefál fajtáról beszélünk, ebből adódóan a rövidóorúsága miatt egy folyamatos oxigén hiánnyal küzd, ez az azt jelenti, mint a fa, amikor lehullatja a levelét, hogy nem kap elég oxigént, vagy a növények, ők is mivel kevesebbet kapnak, ezért télen, nyáron hullik a szőrük, főleg bent a lakásban tartottaknál. A kintieknél megvan azért ez a vedlési időszak, amikor kevésbé és kicsit jobban, de ami, aki a lakásban van, annak mindig, és ezzel mindig szembesülni kell, hogy nagyon-nagyon kell takarítani, akkor a horkolás az hogy egy rövidóorú fajtáról beszélünk, ezért folyamatos horkolással kell számolni. A testalkatából adódóan az emésztése is elég gyors, ezért azzal is kell számolni, hogy gázokat ereszt magából, úgyhogy mindenképpen egy ilyen meghitt vacsoránál is van, hogy ilyen szagokkal kell szembesülnünk, hogy oda durrantanak nekünk. És szóval, hogy mindenképpen tényleg, hogyha mondhatom, akkor olyan embereknek, akik nem túl fényesek. Szóval nagyon sokan vannak, akik hozzájutnak a Bulldoghoz, és utána látom, hogy csoportokban kérdezgetik interneten, hogy lehet erről leszoktatni, hogy lehet arról leszoktatni. Legyünk tisztában azzal, hogy ilyen, hogy hangos, hogy büdös, hogy hullik a szőre, és vagy szeressük így, vagy akkor ne, egyáltalán ne akarjunk, mert mindig csak az lesz, hogy megkeseríti az életünket, és az nem lesz jó neki. Ráadásul ők nagyon-nagyon ragaszkodnak a gazdájukhoz, úgyhogy azt semmiképpen nem jó, hogy megszeretik a gazdáját, és utána mi arra rájövünk, hogy ez nem is nekünk való, és egy gazdaváltás után olyan szintű lelkisérüléseket tudunk nekik okozni, hogy utána tényleg ilyen viselkedésbeli problémák lesznek. A Bulldognak az egészsége az utóbbi években, én azt gondolom, hogy nagyon sokat javult. Most már amire nagyon oda kell figyelni, az a kutyának a légzése. Tévhit az, hogyha egy Bulldognak hosszú az orra, annak jó lesz a légzése. Nem. Szóval nem, attól még, hogy Pinokkiónak hosszabb az orra, nem fogja jobban kapni a levegőt. Itt a kutyának az egészében kell venni a koponyának a felépítését. Most a standard is leírja, hogy egy téglalap alakú koponyának kell lenni. Azt nem így kell elképzelni, hogy így téglalap, hanem így téglalap. Meg kell, hogy legyen az arcoli rész a kutyának, és ezáltal akkor sokkal jobban elférnek a légüri szervek, és sokkal jobb lesz a kutyának a légzése. Ami szemmel látható, mert nyilván nem látunk bele, de hogyha a kutyát választunk, az az ornyilásnak a tágassága, az mindenképpen nagyon fontos szempont, hogy tág ornyilás legyen. Ne legyen túl nagy az orránca az orra fölött, ne lógjon rá az orrtükörre, mert ez is nagyon nagyban tudja befolyásolni a légvételét. A szemeknek a tisztasága, mindig hogy ügyeljünk arra, hogy olyan kutyust válasszunk, akinek itt ömlik itt a köncsatornába, barna, meg már beteg, ott probléma van. Legyen nagyon tiszta a szem, amikor lánézzünk, akkor azt lássuk, hogy csillog, nincsenek ilyen mindenféle belógások, már ők náluk azért. Most már azt mondom, hogy nem annyira, de a korábbi években nagyon
gyakori volt az entrópium, ami a befele forduló szemhéj, illetve az ektrópium, ami meg a kifele forduló szemhéjat jelenti. Amit még, amire még érdemes odafigyelni, és az utóbbi időben nagyon odafigyelnek, az a farok. A faroknak az alakulása, ma már nagyon preferálják azt, hogy egyenes, szép, hosszú farka legyen a bulldognak. Ez mindenképpen azért is fontos, mert régebben ez a nagyon betekeredő, azért ez a gerincsigolyának a vége, betekeredő farkak voltak, az alatt mindenféle gombás, bakteriális fertőzés meg tud telepedni. Nagyon nehéz tisztán tartani, nagyon kellemetlen a kutyának, amikor folyamatosan gyulladásban van. Úgyhogy azért arra is érdemes odafigyelni, hogyha szeretnénk egy problémamentes kutyát, hogy szép legyen a farka, illetve diszplázia. Azt szoktuk mondani, hogy a bulldogból szóval mindegyik diszpláziás a maga módján. Nem szabad úgy elképzelni, ez nem egy német juhász, teljesen más az anatómiai felépítése, sokkal szélesebb medencéről beszélünk, úgyhogy teljesen másképpen jön a combcsontnak az alakulása. Ebből adódóan, ami mondjuk egy német juhásznál diszpláziás, az lehet, hogy egy bulldognál egy tök jó csípőnek felel meg. Ha a kutyának nem okoz gondot a mozgás, fut, szalad, ugrik, nem kell különösen akkor a csípőt molesztálni, adjuk békén, tudjuk azt, hogy a kutya jól mozog, egészséges. Hát amikor tényleg úgy kiválasztjuk, akkor úgy látjuk, hogy mozog, amikor ne legyen túlságosan bőrös. A túl bőrös kutya általában túl laza ízületeket is hordoz magába, szemproblémát fog hordozni, ezeket a lágy üli szerveknek a lazaságát, ami légzés problémát fog, úgyhogy próbáljunk egy olyan egészséges, olyan kis feszesebb, jó mozgású, és úgy ránézünk és látjuk, hogy egészségesebb típusú fajtát választani. 2005-ben alakult Magyarországon a Hungária Bulldog Szekció nevű egyesület, aki a fajtának a gondozásával foglalkozik. Hát szakmai napokat egyelőre most nem tudunk tartani, de mindenképpen azt szoktam javasolni, hogyha valaki bulldogot szeretne, akkor keresse föl az egyesületet. Én jó magam is vezetőségi tagként vagyok benne, és nagyon szívesen segítek, hogyha bármilyen kérdés lenne, hogy kiskutya vásárlással kapcsolatban kinél van most alom, azért mi felügyeljük a törzskönyveket és az alombejelentőket, hogy tudunk-e javasolni olyat, hogy szeretne vásárolni kiskutyát, és itt mindenféle információt meg tud kapni, akár más tagoktól is, hogy kinél lehet érdeklődni, és mire érdemes esetleg odafigyelni a jövőben, hogyha ezzel a fajtával szeretnénk foglalkozni.